A játék neve ezúttal Static Speaks My Name, amit valamelyikőtök ajánlott, hogy próbáljam ki, mert elvileg baromi érdekes. Úgyhogy így is teszek. Szóval, itt vagyok, és ott a Static, a statikus zaj, ami elvileg a nevemet mondja itt az űr közepén. Name Jacob, valaki, 31 éves, és asphyxiation by hanging, az a módszer. Tehát, úgyhogy halt meg, hopp, Static speaks my name. Tehát fölakasztotta magát, úgy halt meg, 31 éves. Mi ez? Today will be a better day. 3 óra 22. Hát a mai nap jobb lesz. Hú, de sötét van. Oké. Okay. Na. Használjam a fürdőt, jó? Oké, okay. Pálmafák. Mik vagytok? Ilyen pici rákok. Hú, hogy is hívják ezeket? Nem is tudom. Shrimp. Úgy hívják angolul, hogy shrimp, de... Oké, használjam a mosdót. Kicsit... Az merre van? Mi van itt még? Not yet. Oké, akkor oda még nem megyünk. Teljesen normális szoba. Illetve... Ó, használjuk a budit, jó. Ülve pisil? Nem adom, hogy férfiak nem pisilhetnek ülve, csak úgy szokatlan. Lecsekkolja a termést, oké. Okay. Csak egyél reggelit, jó. Mit tegyünk reggelire? Elosztok. Az egyiket úgy fogom hívni, hogy Pista. Mert főleg én ebben vagyok, jó? Oké, de mindig nem tudunk menni. Uganda és te. Remek. Auto Erotica of Benjamin Franklin. Oké. Okay. Mindezt itt érdemes lett szolvasgatni dolgokat. Ez miért van itt? Jaj, láttam bent is szögeket, és... Ó, kulcs. Miért van bedeszkázva minden? Ez több, mint talán... Oké. Kicsit... megszállottja a pálmafának. Mik ezek a feliratok? Signature too sensitive to infrared, appear with high contrast. Túlérzékeny az infravörösre. Fekete-fehér magas kontraszt. Tudok googolni? Nem. Zoomolni? Ah, zoomolni tudok. Color variant... Color variant... Blood moon. Color variant... Mi a francért csinálja ez ezeket? Black and white, high contrast. Mik ezek? Azt mondja, a hetedik levél a haldoklik vagy halott. Valószínűleg bibliai. Mi? Nyolcadik, a hetedik nap kiterjesztése az Úr napja. És utalás a végtelenségre fektetett nyolcas. Oké, ez eléggé beledumálás, ez egy baromság. De mit jelent? Itt van a nyolc. Oké, valami fura embernek az fejében vagyunk. Revealed by scan. Festő aláírását megtalálta. Jó. Mi van itt még? Pálmakma, split shadow. Infravörös, high contrast. Possible optical magnetic disturbance? Ne. Fura dolog ez. De hol a Bahamák nagy?
Mi van itt még? Na oké. Page 2. Na nézzük. To do for hidden door to safe room. Nézzük. Have a look on a door fitted so I can use my house key. Tehát... hogy használhassa a kulcsát, hogy legyen zár az ajtón. Glue down light and upright books. Hogy ragasd le a lámpát és a felső könyveket. Idegesítő, amikor leesnek. Mi a francia akarnád felragasztani a könyveket? Na mindegy. Rakd fel a könyveket úgy, hogy normálisan, hogy az emberek ne fogjon gyanút. Miért fognak gyanúk az emberek, hogy a könyvek miatt? Ő is biztos fordított sorrendbe rakja a könyveket, mint én. Illetve én rakom jó sorrendbe, mindenki más rakja fordított sorrendbe, hogy pontosak legyünk. Ez túl formális. Ez elég... aha, értem. De miért tervez így ennyire el? Tehát ennyire ilyen nagyon rendezett ember lenne, hogy ezt neki ki kell találni, hogy kicsit rendetlen legyen ugye a környezete, hogy emberinek tűnjön. Ez olyan, mint amikor én voltam... na jó, mondjuk én nem deszkáztam be, de csak hasonló, mint a középiskolában, amikor én baromi jó tanuló voltam. Ó. Oh. És... baromi sok jó jegyem volt, és azt szoktam mondani akkoriban, hogy azt mondogattam állandóan, hogy hát, hogy néha, ha szereztem ilyen kettest, hármast, egyest, akkor mondtam, hogy hát azért, hogy azért engem is ember számba vegyetek. Nézzük, mi ez? Anya... azt hiszem, hogy írnom kell egy üzenetet. Nem akarom, hogy magadat hibáztasd. És mi, hogy apa elment, sajnálom, nekem is el kell hagynom téged, ne haragudj rám. Ja, mert ő fölkötötte magát, tehát már tudjuk, hogy meg fog, ha... tehát öngyilkos lesz az emberünk valamiért. Oh. Itt nincsen semmi, valamit kéne csinálnom. Hűtő! Mindig a hűtőben van a kaja. Hát az olyan. A rendőrségnek kevés nyoma van az eltűnt festőről. Ó! Oh, az... ja, aha! Jason Malone. Aha! Tehát eltűnt az a festő, aki a képet festette. Mm. Üres... I guess a shrimp again. Tehát megint egy olyan rákot fogok enni. Mi van itt még? Ó! Oh. Ó! Oh, itt a kötél! Egyszerű! Tehát akkor rák. Akkor vissza kell mennem. Tehát megesszük a rákot? Állítólag nagyon finom, ha jól meg van csinálva. Vagy ezt nyersen eszik? Nem is tudom. Elosztok! Ó! Oh. Ó! Oh. Nos! Megettünk két pistát. Be tudok menni? Nem. Chat with friend online. Tehát most ez a feladat. Oké. Okay. Egyáltalán nem parra, még a plafonon is van egy. Érdekes mondhatni. Nem tudom, hova tartunk. Tehát nem tudom, miért a konyhában van a számítógép, de jó. Tehát use computer. Tehát cseteljek baráttal online. Nézzük. Ferry 9968. Hello, Civi, hogy vagy? Jó vagyok, és te? Én kanos vagyok. Gondolom ez egy csaj lesz. Nézzük csak. Azt mondja, a G-re azt mondom, hogy mindenki számára mindenki kínos helyzetbe hoztam, aki hitt bennem. Jó, a H-ra pedig érzem az atomokat a testemben, ahogy felébrednek. Hát az elég szexi, úgyhogy azt nyomom. Én csak... tök mindegy. Éppen hozzányúltam magamhoz. Látni akarod? Gére azt mondom, hogy... éppen valami szörnyűt akarok tenni. A hára pedig azt mondom... hogy láttam a tükörképemet, ahogy lefejezik egy lapáttal.
Mi a franc bajom van? Akkor G? Nem tudom, talán, de... Arra gondolok, hogy milyen nagy vagy. Ettől benedvesedek. Küldd el a CC infódat CV. Mi az a CC? Azt akarom, hogy láss, hogy elélvezek. Jó. Akkor ezt hagyjuk. Tisztítsam ki a mikrót. Jó, ez egy jó dolog. Oké. Tisztítsuk ki. Kell egy papír, az itt van. Pup! Nagyszerű! Döntsd el, hogy mit csinálsz az emberrel a ketrecben? Milyen emberrel, milyen ketrecben? Mi? Kanós barátnőmmel csetelek, és ember van a... Mi? Rászos meg árammal, a csapas nagyon árammal az embert a ketrecben. Miért? Ki az? Egyes konyha, hatos konyha, kettes, minden áram idejön, hetes, room 0, hármas, a vendégünk, vészhelyzet esetére. Nyolcas, főbejárat, négyes, szoba. Oké. Okay. Várjunk, az a festő, az ember a ketrezben. De hol, mi? Mi ez a játék? Mert sorozatgyilkos vagyok, vagy... Hogy mi bajom van? Várjunk, akkor gyanítom. Mi? Oké. Okay. Miért akarnék bárkit is megölni a ketrecben? Várjunk, tehát elraboltam a festőt, aki a pálmafás képet festette, és... De... Mi van? Oké. És agyon tudom csapatni árammal. Nagyszerű. Hát akkor azt hiszem... Térjek vissza a szobámba és engedjem a testemnek, hogy pihenjen. Tehát... Itt hallom az áramot, úgyhogy valahol ott lehetett a fickó. Oké. Okay. Ó. Oh. Várjunk. Ó! Oh. Ja, hogy így engedjem a testemnek, hogy pihenjen. Tehát, hogy nem pihenjen, hanem hogy végső nyugalomba térjen. Oké. Okay. Nem mondanám, hogy értem. De... Azt hiszem eljött az idő. Oké, okay, szóval akkor... Oh! Van itt még több statikus zaj. Menjünk ehhez. Ha, 51 éves. Leugrott az erkélyről. Valami nő. Ez pedig... Zia Lincoln, 73. Valaminek a túladagolása. Vincent, 40, átvágta a torkát egy késsel. Ezek mind öngyilkosságok. Hmm. Nádja, 15, self-immolation. Az mit jelent? Nádja Handford, menjünk ebbe. Static speaks my name.
Van még a végén valami vajon? Nem, a játék csak simán kilép. Oké. Ez egy fura játék volt. Tehát nézzük vissza, tehát az egész szerintem nem egy valódi. Ez ugyanolyan, mint a Layers of Fear, tehát a fejében voltunk egy embernek, aki eljutott arra a szintre, hogy öngyilkosságot kövessen el, és ugye ez is szerintem az egész szimbolikus volt, tehát a bezárt, tehát bedeszkázott ajtók, ablakok, ugye a bezárkózottság, ugye az a csetelés, az különösen fura volt, ugye, hogy a komplett, teljes érzelmi túltöltöttséggel szemben ő mennyire ugye érzelemmentesen reagált, hogy teljesen el volt zárkózva minden szinten, de például a képeket nem értem, meg hogy a festőt miért rabolta el, és miért öltem meg, tehát minthogyha ugye egy gyilkos, mintha egy sorozat gyilkosnak a fejébe is lettünk volna, már csak arra gondolunk, ugye, hogy a rákokat nyersen ette meg. Mindegy, de a fő üzenete a játéknak az öngyilkosság volt, tehát a végén ugye az a többi statikus zaj, ugye, hogy a túladagolással ölte meg magát, átvágta a saját torkát, meg az a 15 éves lány nem tudom mit csinált magával, de mindegyik az öngyilkosságra ment, és most mesélhetnék, hogy ugye az öngyilkosság az mennyire nem megoldás meg, de ez egy olyan érzékeny téma, amit nem szeretnék érinteni, mert nekem eleve nincs tapasztalatom vele, ismerek olyanokat, akiknek van, de nem tudnék jó érveket fölhozni, tehát eleve jó, megpróbálkozhatnék vele, csak nem szeretném, ha rossz irányba menne az egész, tehát hogyha valaki olyan szintre eljut, hogy már ezt fontolgatja, annak tényleg az ne csinálja. Vannak erre megfelelő emberek, ugyanaz tudom csak elmondani, nem tudom mit mondtam akkor, mint a Life is Strange második résznek a végén, mikor a két öngyilkosságot követett el, ugye, hogy vannak erre szervezetek, vannak vonalak, amit lehet hívni. Én tudom, hogy a depresszió az egy komoly dolog, és nagyon nehezen kezelhető, de meg kell próbálni, mindenképpen segítséget kell kérni, hogyha valaki ilyet tapasztal magán. Én csak ezt tudom mondani, nem szeretnék erről hosszan papolni, mert tényleg ehhez én nem értek, én mindenképpen csak erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy nincs olyan, tehát nem lehet, nincs az, hogy az a gondolat eleve hibás, hogy te az, hogyha nem te, hanem hogyha úgy valaki azt gondolja, hogy a világ jobb hely lesz nélküle, hogy lenne. Tehát nem, ez nem megoldás ez. Tehát ennyit le legyünk benne, hogy olyan nincs, hogy nélkületek, nélküled, nélkülem, bárki nélkül a világ egy jobb hely lenne. Maradjunk egymásnak, így szeressük egymást, segítsünk egymásnak, segítsünk azoknak, akiknek szükségük van rá, akiknek tényleg olyan válságba kerültek bármilyen okból. Úgyhogy ez legyen ennek a videónak a végén, bármi fura is volt, de az üzenete átjött, tehát a lényeg, hogy szeressétek, segítsétek egymást, mert az univerzumnak teljesen mindegy, hogy élünk vagy halunk-e, mi maradtunk egymásnak. Úgyhogy ez volt a The Static Speaks My Name. Ha tetszett, akkor nyomogassátok a gombokat ott alul, mert azért vannak. Ha a fehér dobozokban leírhatjátok a gondolataitokat bármiről, a játékról, vagy tényleg akármiről, amiről gondoljátok. Ha látjátok a csoki nyulat, szóljatok neki, és a következő videóig pedig. Sziasztok!